Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Strategic Command World War II World at War folytatása. Hát, lássuk a következő kört. Továbbra is morálvesztés. Természetesen küldjük a repülőtigriseket a kínaiaknak, nem mint olyan veszettül szüksége lenne rá, de 75-ért egy repülőegység az mindig jó. Oké. Új-Zélandból 3-at elvett, hát egészségére annak a raidernek. Ezt a hatalmas vagyont azt hiszem valahogy el fogjuk viselni, hogy elveszítettük. Sajnos még most is maxra húzza fel az egység. No. Azért egy... Egy ilyen mértékű pofonnak nem örülök. Na, megtaláltuk azt a német tenger alattjárót, az kicsit segít. No, eszelős bombázások. Hát az a szovjet front az igen-igen problémás. Na. Hát, most úgy látom nem annyira reménytelen. LOL! És még ki tudja mennyi egység nem is mozgott. A szerencse volt Gomelnél. De persze kitolja Gomelből. El nem pusztítja, de kitolja. Ami legalább olyan káros. Hát ez egy jó kérdés lesz, hogy ott Palermót sikerül-e föl
szecskázni. Na hát, ez sokkal jobb, mint hogyha megerősíti magát újra. Négyet, meg egy kettőt értem én. Hát nem kicsit szerencsés az a tank, hogy nem esett le. Elenyésző műveletbe kiütötte. Nagyjából megúsztuk a dolgokat. De azért lehetett volna sokkal jobb is. Gomelt sajnálom, hogy az elesett többé-kevésbé fölöslegesen így. Azzal nem leszek kisegítve, mit ne mondjak. Potens, főleg, hogy még lesz légvédelmi közbeavatkozás. Ennél jobbat vártam. Vagy inkább reméltem, mondjuk, nem is annyira vártam. Ja jó, akkor majdnem bejött a helyzet, csak nem. Ez nem egy rossz lépés, bár lehet, hogy ezt a kikötőt kellett volna
megfutni, és akkor oda egyből tudtunk volna kiszaporodni Bolognára, stb. Nem tudom, melyikkel jártam volna jobban. Mind a kettő kell, nyilván. Sőt, mind a három, mind a sok. Na mindegy, ez úgy látom ennyi volt ez a szicíliai kör. Na, hát egyelőre ide fogunk visszahúzódni. Ez ilyen előkészülete az előkészületeknek. Leginkább. Ja, mondhatnám, hogy sejtettem. Hogy máshogy lehetett volna? Kísérletezünk, de igen problémás. Hogy áll az az olasz morál? Az a fő kérdés. 50%-on. Körülbelül 20%-ot fog érni majd a... hogy hívják? Amerikai hadvalépés. Azt nem tudom, hogy ez mennyit ér. Azért az se kevés. És talán az végre kimozdítja az a németeket innen. Vagy nem. Mondjuk talán itt meg nem is öljük, de kicsit megrágcsáljuk. Oké.
még talán megérte így is. És most a kérdés, milyen egységeink vannak? Kapunk egy tankot. Egy kiütött egységért megérte, úgy érzem. Ó, azt az olasz hákút, de jó lenne megütni. Na mindegy, egy német egység leesett, az azért nem kicsit értékes, úgy érzem. Ez azért nem a legjobb lépéseink egyike volt. Lehetne hármat ütni ebbe a dakrekomba. Így bőven jó. Nem lépek be, mert esetleg visszatolja Vityebskre, és akkor nincs gond. Akkor talán jobb is. Ha már nem tudok visszalépni saját erőből. No, hát... két egység meg van gyengítve erősen, talán azokat frissítenie kell. Egyet kiütöttünk, kettő további itt meggyengülve. Ezt fölhozzuk. Kettő-kettő, az nem a legjobb kör. Egy-egynek már sokkal jobb. Jobban örültem volna, a hármat ütöd, amit ígértél. Ezt fölhozzuk. Feltétlenül az előnyünkre volt. Oké, valahol áldogálunk, nem jól, de áldogálunk. Azt mindenképpen rendeznie kell, valószínűleg kiszavonja. Jó. Oda, valahol van, nem. Akkor az frissüljön.
Ezt még frissíteni kéne, vagy upgrade-elni. Hát, ja. Meg még rengeteg mindent kellene csinálni velük. Kezdve nem összeomlani. Ó, kettő egybe tudnék támadni. Ez zseniális. Ez zseniális, ha ilyen jó támadásaim lehetnek. Repülők lassan felérnek. Van még itt egység, amit nem hoztam ki? De tökéletes lesz ott arra a partra szállásra. Meg azt hiszem ez a lovasság is erre a feladatra jut. Konstanca Odessa vonalon beszállunk, aztán talán valamit el tudnak érni. Ja, hát azok jönnek nagyon-nagyon lassan. Kínaiak. Üres, akkor elfoglaljuk. Csak úgy. Akkor nincs miről beszélni. És elvileg a következő körben nem lepődnék meg, hogyha kapnék egy hadüzenetet. A Japántól. Ho-ho, hello. Akkor annyira nem kell meglepődnünk, hogy ez már folyamatban van, ez a hadüzenet. Gyakorlatilag itt úszkálnak a partra szálló erők hozzá. Tényleg ezt nem is csináltuk még. Ó! Oh. Helyes, leesett Mogadisu. Remek hír. Ez az olasz morálnak biztosan fájdalmas lesz. Ha, Kína. Még itt van egy pár kósza akciónk. Thank you.
Jó, ez meg továbbra is várja. Hogy hívják ott? Amit vár, nem tudom mit vár, de vár. Nye, nem fogok én itt partra szállni. Egy jó darabig sehol senkivel. Ez túl kockázatos. No. Nyilván elkezdjük a szállítást. Nagyon remélem, hogy nem futunk bele senkibe. Nagyon nagy ciki lenne. Oké, egy kis upgrade. Oké. Ez kész, kész, kész. Úgy látom, amennyire. Egységek. Oh, angol hadihajó. Már épp kevés volt. Szovjet tank, az nagyon hasznos lesz. Még nem tudom hova, mindenhova. Itt és akkor majd ezekkel talán valamit tudunk kezdeni. Két ernyős ide passzírozza, úgy látom, úgyhogy azzal valamit kellene hosszú távon kezdeni. A szovjet gazdaság nem elég arra, hogy ezután csináljon is valamit. Ha csak nem egy garrison megvételével akarjuk megnyerni a háborút, hát pedig nem. Angolok vesznek egyet. USA nagyjából elköltötte magát. Kína végtelen gazdagságából vesz. Kínai tank. Na ne. Ez meg egy évig járnánk erre, és utána ránézésre kilövik. Jó. India. Nem tudom, hova költötte el az erőforrásait, de elköltötte. Kövkör. És van egy sanda gyanúm, hogy egy Pearl Harbor lesz. Olajembargó. Francia partra szállás segíti az olaszokat, vagy a szovjeteket. Torino. Olaszokat gyengíti.
Mogadisú, itáliai Kelet-Afrika meghagyja magát. Ó, még bevételünk is van belőle. Ezek szerint túl kimentünk. Ja, tudom, a transportjaink. Ó, na mindegy, ha lesz Pearl Harbor, akkor nem vészes. De legfeljebb egy-két kör, amit vesztünk. Egyértelműen készül a japán valami akcióra. Megtámadja a Tájföldöt például. Na, most lett azért ki, aktiváltunk itt valakit. Egy-két egységet elkezd idehozni, úgy látom. Ami nagyon hasznos. Nagyon-nagyon kellett, hogy egy-két egység az ne ide a szovjet frontra ömöljön újra és újra. Azért most már lassan kezdenek sérült egységekkel bírni a németek. Azzal vagy gyengébben támad, vagy gyógyítgatja őket, vagy valami. Elég rombolónk van ahhoz, hogy megfogjuk ezeket a kísérleteit. Valamennyire. Akkor egy légiharcban 4-5 pöttyöt bevesznek a repülőinkből. Az nem egészséges. Hát... Dnyepropetrovszk úgy látom elesik. Ez... Jó. Visszavonult, ez mondjuk... Még lehet, hogy megmentünk, vagy legalábbis... További akadályt jelent németnek. Három az vállalható. Most van a gond. Már megint egyet elbuktunk. És akkor Ernyőst kiviszi. Jó, hát. Akkor az a frontunk megint összeomlott. Újfent. Be is tud lépni. Az a nagy baj. Itt akkor léphetünk vissza, nem tudom, Borosilovgrádig körülbelül. Széllel elbukjuk, így biztosan.
Jó, hogy ott volt az az egységünk, az a hajó. Jó, hogy útba volt. Persze ugye nem üzent hadat az USA-nak. Meg a angoloknak, legalábbis még. Valami előbb-utóbb oda is kéne. Egység. No. Nem. Ezek szerint mondjuk úgy béke. Ez nagyon fájdalmas volt. Oké. És hát ott ezek szerint százalékokat vesztettem. Kettő az jó. Kettőt azt szeretünk. Hát az már nem amikor viszont is kapjuk a kettőket. Oké. Ez így katasztrófa, ez az ellátmány itt.
Okay. Eddig kettőt nem kaptunk meg. Relatív hasznos lenne. Na hát, 5 támadásból nem tudtam 4-et, vagy 4-et, vagy 5-öt találni, mindegy is, hát elég sokat nem tudtunk. Se baj! Se baj, Tóbiás. Picit drága, de most úgy érzem, ezt kell megejtenünk. Főleg amíg kettőt ütünk. Haj! Akkor nagyon nem érdekel. Remek! Egy Szicília elfoglalva. Oké. Hát annak nem örülök. Hogy erre nem igazán tudtunk fölkészülni, útba lenni. Hih! Van ám itt erő. Tényleg itt van egy tenger alattjárónk. Ezt ne felejtsük el. Mondjuk, nem tudom, hogy hol az ideális pontjuk, de egyelőre csak felkészülés. Hát előbb-utóbb csak 6-ba lép majd az USA, de hogy mikor, azt nem tudom.
Ó, tehát csak úgy spontán el lett vágva. Az mindig jó. Az mindig jó hír, amikor így történik meg az akció. Na mindegy, készülnek a térre a fiúk. Ez már 3 egységet ölt meg. És na mondjuk azért a 3 visszapofon az nem rossz. A tank egységtől. Megadtuk. No. Azért az a 3 az szimpi volt. Az szimpi volt. Hogy a déli egység meg megpusztult. Ja, hát muszáj vagyunk. Feladni erőket, mert itt nem tudunk tartani. Harkov eleste az halál volt. No. És az újabb erők, amik sehova nem húztak. Itt nem segítettek rajtunk. Jó, próbáljon a szovjet venni. Nem teljesen haszontalanok ezek a gerizonok, de nem elég jók.
So where's my tongue cut? Kínával nem is játszottunk még nagyjából. Csak hogy azt a nyúlfarkat elvágjuk. Hát azt kellett volna a mugdenbe betolni, na mindegy. Jó. Nagyjából ennyi, és akkor kínai vagyonnal valamit teszünk. Még egy ármit veszünk, mert jobb ötletünk nincs. Mert ez a leghatékonyabb. Végtelen gyalogság. Utána csak az lesz a kérdés, hogy találunk egy üres kikötőt itt valahol? Nagyjából csak ez a kérdés. Jó, hát azt hiszem ez most ennyi volt. Próbálunk kitartani, próbálunk haladni, folytatjuk legközelebb.